Amire érdemes, amire kell is büszkének lenni, egésznapos rendezvény sorozattal tekintette át értékeit Zebegény. Az Árpád-korban a Pécs-Baranyai Egyházmegyében volt egy bencés kolostor, aminek a neve Szöbegény volt. Minden valószínűség szerint az esztergomi érsekség által odaadományozott területre innen a Szöbegény nevű kolostorból települtek a bencések. Adatok utalnak arra, hogy a zebegényi Malompatak völgyében már 1251-ben, vagyis 770 éve bencés zárda állott. Ha nem is kerek az évforduló, de Zebegényben sok további évforduló is méltó arra, amire a járvány után a 770 év mellett is érdemes visszatekinteni, büszkének lenni. Az egyik büszkeségünk, ugye a Vasúti Völgyhíd, a 170 éves volt 2021-ben. Az országzászló és a hősök emlékműve az ugye 30-as évek elején készült, tehát közel 90, több mint 90 éves ez az emlékmű is. A szülőotthonunk az 62-ben nyílt meg, idén 60 éve. A mészkőbánya 61-ben nyílt meg, tavaly volt 60 éve. Tehát jó néhány évfordulónk van, amire most emlékezhetünk. És hogy miért emlékezhetünk ezekre az évfordulókra, az azért van, mert volt egy olyan mag mindig Zebegényben, aki gondoskodott arról, hogy a következő generációnak is legyen mire büszkének lenni, és hogy olyan legyen ez a település, ami miatt most nagyon sokan kedvelik és szeretik. Nagyon sok embernek a munkája van benne, nagyon sok civilnek, nagyon sok közszolgának. Hutter Jánosné Zebegény polgármestere az elsők között polgármester elődeinek, a zebegényi elődöknek mondott köszönetet mindazért, hogy a település varázsát, vonzó környezetét hűségesen megőrizték az utókor számára. Az én emlékezetemben a nagymamám háza az, ami először megjelenik egy vadrózsával és vadszőlővel körbefuttatott ház, ahonnan mindig finom sütemény illat jött, ahol a tölgyfák alatt játszhattunk, hiszen az erdő szélén volt a házikó, és emlékszem, hogy az erdőre járó nyugdíjasok azok már hajnali 4-kor fütyűrészve mentek a mély útba, hiszen akkor még nem voltak aszfaltozott útjaink sem, hogy susogott a fenyves, messze lehetett hallani, tehát nagyon-nagyon sokat változott ez a falu 50-60 év alatt, de hál' Istennek vannak olyan emberek, akik ezeket az időszakokat meg tudták őrizni nekünk. A rendszerváltás előtt is azért sok-sok éven keresztül Préti József névezette a települést, és akkor is nagyon sok minden történt a faluban. Ha csak annyit mondok, hogy megmenekült a 62-ben az elbontás elől az országzászlót ért, tehát volt egy olyan időszaka a falunak, amire így emlékezünk. Panni néni volt az, aki nagyon-nagyon sokáig vitte a települést. A rendszerváltást követően pedig Krebs Ferenc polgármester úr az, akinek köszönetet kell mondanom. Minden leendő polgármesternek azt kívánom, hogy legalább ilyen munkával és ilyen hosszú ideig tudja ezt a települést vezetni, és olyan jó érzéssel mindig polgármesternek tudjuk szólítani, mint polgármester urat. Úgyhogy köszönöm szépen a munkádat. Köszönöm. A köszönet virágait kapta Sinkó Vilmosné volt polgármester is, valamint a Nyugdíjas Klub, a Tettekkel Zebegényért Egyesület, a Zébegén Hagyománymentő Egyesület, az Onnenblumen Egyesület és valamennyi a közért tevékenykedő civil szerveződés tagságának mondott köszönetet Hutter Jánosné polgármester. Ezután Jungné Rabanek Ágnes, a Zébegén Hagyománymentő Egyesület szervezésében megnyíló Nagyanyáink, Dédanyáink Öröksége című kiállítás kapcsán elmondta, a zebegényi német nemzetiségi szokások, hagyományok ápolása, az épített és tárgyi emlékek felkutatása, megőrzése az önként választott fő feladatuk. De rendezvények, kiállítások szervezésében, kiadványok készítésében és megjelentetésében, valamint a hazai és külföldi hagyományőrző és hagyománymentő csoportokkal való együttműködésben is egyre inkább szeretnének részt venni. Ezt a gyűjtést mi rendszereztük Örökségünk címmel, és
tulajdonképpen a csecsemőkor, az iskoláskor és a felnőtt kor vagy ifjúkornak a hagyományait tettük össze, és készítettünk belőle egy kiállítást. Itt az asztalt megnézitek, itt van egy nagyon szép, vagy megnézik, egy nagyon szép abrosz, aminek az a felirata, Komm Herr Jesu, sei unser Gast. Gyere Jézus, legyél a mi vendégünk. Ez egy nagyon értékes darabunk a gyűjteménynek. Egyébként megmondom, hogy kitől kaptuk, Villám Jóstiéktól. Itt is látható még egy nagyon értékes, számunkra nagyon értékes darab. Ez, ami ugyan Zebegényben nem volt jellemző, hogy kitelepítettek bárkit is, ez Etyekről származik, és majd a feliratot, akit érdekel, elolvashatja. A Zebegény 770 egésznapos rendezvényen a résztvevő érdeklődők bejárták a település nevezetesebb állomáshelyeit. Az iskola előtt felállított kopjafánál is megálltak egy tisztelgésre. Himmerné Marika mesélte el a kopjafa történetét. Ezt a kopjafát egy kollégám, mert én is itt tanítottam, faragta, verőcei illetőségű. Ezt a kopjafát azokért az ebegényiekért készítette, akik először tették be ide a lábukat, tehát az ős zebegényiek, a betelepült zebegényiek. Annak az emlékére készült ez. A rövid ismertetőt követően Himmer Istvánné, a zebegényi német nemzetiségi önkormányzat tagja, és Fészl Csaba zebegény alpolgármestere koszorút helyezett el a kopjafánál.